a szófelhő alkalmazását, ami szerintem szinte mindennapos ma már. Majdnem 3 évben betellett, mire most azt gondolom, hogy jól használom a szófelhőt. Mert hogy mindig előkészítem, tehát hogy az nagyon fontos, többféleképpen tudom előkészíteni a szófelhőt. Mondok egy példát, amikor ki kell találni, hogy mi lesz majd a szófelhő eredménye. És akkor arról beszélgetünk, hogy vajon miért gondolják azt, hogy ez lesz a szófelhő eredménye. És akkor mondjuk utána megnézzük, hogy egy csoport hogy milyen szófelhőt alkot, és hogy mekkora jelentősége van annak, hogy a feldolgozás során milyen kérdéseket teszek föl, illetve mindig vannak olyan feladataim, amikor újraalkotjuk a szófelhőt. Tehát, hogy hogyan haladjuk meg azt, hogy az csak egy pillanat, ami nem tudom, egy ilyen vizuális szemléltető eszköz. És azt gondolom, hogy többnyire itt megálltunk eddig, és hogy szerintem, ahogy most nekem talán sikerül, úgy a megértésnek, meg a tanulásnak sokkal mélyebb rétegei előjönnek, amikor elképzelhető, hogy akár egy teljes órai feladat, amikor csak szófelhővel dolgozunk, és különböző szempontok mentén újraalkotjuk, újraalkothatja egyénileg, újraalkothatjuk csoportonként, megnézzük, hogy akkor milyen különböző, vagy amikor a szófelhőt áttesszük fogalmi térképbe, ez is egy nagyon érdekes feladat egyébként, ami mást tud, mást mutat meg, nyilván a fogalomrendszer struktúráltságát mutatja be, vagy amikor úgy használjuk, hogy a nem tudás szófelhője és a tudás szófelhője, ugye ez fogalmi térképnél is érdekes. Nyilván ez nagyon apróságnak tűnik, mert ez egy végtelenül egyszerű eszköz, de hogy engem például a szófelhő tanított meg arra, hogy egy nagyon egyszerűnek tűnő eszközzel mennyi mindent kell neked, mint oktatónak kitalálnod. Mert hogy nem a szoftver fontos abban, hogy a szófelhő létrejöjjön, ahhoz, hogy valóban egy mély megértést biztosítson a tanulási folyamat.